Köszöntök mindenkit! Idén februárban sajnos nem minden szőlőfajtáról tudtam venyigét begyűjteni, így ugye hát kora tavasszal nem tudtam gyökeresztetni, illetve később nem tudtam ugye ezekkel a fajtákkal oltást végezni, viszont van egy olyan lehetőség, hogy mégis nyerjünk gyökeres vesszőket, gyökeres növényeket, úgynevezett léggyökeresztetéssel, amit most fogok bemutatni. Én augusztus 18-án már jó néhány ilyen léggyökeresztetést végeztem, és annak majd meg is nézzük az eredményét. Az első lépés az lesz, hogy kiválasztunk egy olyan vesszőt, ami már tulajdonképpen ugye beérett. Ez a vessző, amin most majd én fogom a léggyökeresztetést végezni, ez úgyse lenne rá szükség, ugye a jövő évi meccésnél, tehát ez itt a tő végén van, ez le lenne vágva, és utána kerülne a komposztba. Tehát ezt így tudom így most hasznosítani. Ugye az első lépés az lesz, hogy közvetlenül a rügy alatt, körülbelül egy olyan 1 cm szélességben lefogom a vesszőről venni a hancs réteget, tehát ezt eltávolítom. Egyébként ilyen léggyökeresztetés már más növénynél is alkalmaztam, bougainvilleánál, illetve a fügénél is, és nagyon eredményes, tehát mondhatom azt, hogy szinte 100%-ban ezek gyökeret fognak hozni, és kapunk egy teljesen jó gyökeres növényt. Így. Célszerű ugye a közvetlenül a rügy alatt, mert a rügybe tárolja az energiát, tehát itt még gyorsabban gyökeret fog hozni, tehát ha lejjebb lenne, akkor is gyökeret hozna, csak ugye ott lassabban. Tehát ezt így körbe, így 1 cm-esen körülbelül, ezt megtisztítottam. Így. És akkor én már előkészítettem egy ilyen kis műanyag poharat, ugye ez itt ketté lett vágva, és egy ilyen kis kör alakú részt kivágtam. Ugye ezt fogom én most ide felhelyezni. Tehát ez itt szépen pontosan illeszkedik. Egy vékony kis dróttal ezt összefogom. Így. És egy laza szerkezeti talajjal ezt szépen feltöltöm. A talajról annyit kell csak tudni, hogy ez tőzeg, komposzt és perlit keveréke, szépen minden irányba elnyomom, jó, megtömörítem. Így. Hogy közvetlenül körbefogja. Jó. És hát bár a talaj nedves volt, de azért most még én beöntözöm. Kicsit várunk, hogy beszívja. És elvileg akár hagyhatnánk is így, tehát ugye akkor az lenne a lényeg, hogy 2-3 naponta azért nézzük és öntözzük, mert az nem szabad, hogy a talaj kiszáradjon, mivel valószínű, hogy ez úgyis nem lenne rá idő, hogy ezt 2 naponta néznék, ezért én egy kis műanyag, ezt a drótot elhagyjuk, lejött,
akkor följebb húzzuk így. Egy körbe elhajtjuk. Na. Tehát ezt szépen így betekerjük. Így. És egy ilyen kis rafiával még áttekerem, és akkor biztos nem fog kiszáradni. Elvileg a következő 3 hétre még bőven 20 fok fölötti hőmérsékletet mondanak. Akár itt följebb ezt hozzá is köthetjük, hogyha ne csúszson le, de ott az alsó rügy egyébként megtartotta, tehát ez így akkor működni fog, tehát elkészültünk vele, és egy 3-4 hét múlva ez már biztos, hogy fog gyökeret hozni, és hogy működik a dolog, akkor megnézzük, itt közvetlen mellettem van egy, amit mondtam, hogy egy 4 hete, körülbelül 3-4 hete már elkészítettem, és ezt most itt leszedjük. És hát teljesen nem fogom ugyan levenni róla, de már itt látszódnak. Tehát ott elindult a gyökérképződés, tehát itt vannak a gyökerek végig, tehát minden irányba lehet látni. Gyönyörűen begyökeresedett 3,5 hét alatt. Ezt még fogom rajthagyni egészen novemberig, amíg teljesen nyugalmi állapotban nem kerül. Utána szépen le lehet a tőről metszeni, cserébe teszem, átteleltetem, és ez jövőre már szépen fog hajtani, és önálló növényként fog élni. Köszönöm szépen a figyelmet! Még több videóért iratkozz fel a csatornámra. Ha tetszett, akkor lájkold, írd meg kommentben a véleményedet, és azt is, hogy milyen témáról forgassak videót.